5 utca útburkolata újul meg Bonyhádon. A kormány támogatásának köszönhetően több mint 206 millió forintot költhet erre az önkormányzat. A képviselőtestület döntése alapján a Jókai utca, a Hoffer Károly, a Vasvári Pál utca, a Táncsics Mihály utca és a Nádasdy utca kerül felújításra. Úgy tervezzük, hogy 2022 tavaszán, amikor az aszfaltüzemek beindulnak, akkor megkezdődhetnek ezek a munkák. A mi terveink szerint a Jókai és a Hoffer utcában fog kezdődni ez a felújítás, és szeptemberig szeretnénk befejezni valamennyi útnak a felújítását. Bonyhádon közel 2 kilométer útszakasz útburkolat javítása, szegélyezése valósul meg ebből a támogatásból. A Nádasdy utcában a csapadékvíz elvezetését is ebből az összegből finanszírozzák majd. A város önkormányzata az idei évben az Agrárminisztériumhoz is nyújtott be pályázatot a zárt kerti földterületek mezőgazdasági hasznosítását segítő fejlesztések támogatására. Ezen a pályázaton közel 25 millió forintot el is nyertek, amiből 3 földutat újítanak meg. Az Óhegy felső utcát, ez egy 630 méter hosszú útszakaszt jelent, az Óhegy Kadarka utcát, ez 410 méter hosszúságú utca, és az Úrihegyen pedig a Buzavirág utcát, ami 300 méter hosszú utca, ez összesen egy 3350 négyzetméter felületet jelent. A műszaki tartalom ennek egy darált beton alaprétegen zúzott kőfedőréteg kerül kialakításra, kétoldali földpatka rendezéssel és a csapadékvizet pedig földfolyókával fogjuk elvezetni. Az útfelújításon túl egy 350 méter hosszú vadkerítést is felszerelnek, ami egy 2018-ban telepített 125 darab őshonos szilvafát fog védeni a vadkárok ellen. A 2014 óta elkezdett Óhegyi Tanyasor területeinek a felújítása folytatódik majd ebből a pályázati összegből.